A késői eső visszatérése. Negyedik fejezet. A legértékesebb üzenet. Hogyan fogadták a vezető testvérek a Szent Lelket és az előre haladó világosságot? Az 1888-as konferencia október 17-én, szerdán 9 óra 30-kor kezdődött. A lelkész értekezletet bárnyékoló vita kevéssé járult hozzá ahhoz, hogy jó hangulatban teljen a generálkonferencia. Sajnos ez még csak a kezdet volt. Amikor Jones és Wagoner a megnyitó napon megérkezett a gyülekezetbe, figyelmüket megragadta az elől elhelyezett nagy fekete tábla, amelyre két különböző javaslatot írtak. Az egyik a következő volt. Elhatároztuk. A Galata levélben írt törvény a ceremoniális törvény. Alá J.H. Morrison nevét írták. A másik a következő volt. Elhatároztuk. A Galata levélben írt törvény az erkölcsi törvény. Alatta szabad helyet hagytak A.J. Wagoner aláírásának. Wagoner nem volt hajlandó aláírni, Mondván, hogy nem ellentmondásos nézetek tisztázására jött. Sőt, a meglátása az volt, hogy az igazságot nem a törvény által, hanem hit által nyerjük el, és ez érvényes úgy az erkölcsi, mint a ceremoniális törvény esetében. Vagoner csak két nappal azelőtt kezdte el a legalább kilenc előadásból álló sorozatát, a törvény és Krisztus igazsága közötti kapcsolatról, és számára a téma sokkal nagyobb volt, mint a Galata levélben írt törvény. Csak azután tért rá a Galata levél témájára, miután befejezte mind a hat előadást a hitáltali megigazulásról, és még akkor is a hitáltali megigazulás összefüggésében tárgyalta a témát. Nyilvánvalóvá kellett válnia, hogy az 1888-as vita többről szól, mint a Galata levélben írt törvény. Bár a központi témát a hitáltali megigazulás képezte, és az, hogy milyen viszonyban áll a többi bibliai igazsággal, mégis szoros kapcsolatban volt még sok más témával, mint például a vallásszabadsággal, az egyházszervezettel, az oktatással, a könyvkiadással és az egészségügyi misszió munkával. A következő oldalakon részletesebben megvizsgáljuk Jones és Wagoner néhány tanítását, de a folytatás előtt jó lenne összefoglalni az 1888-as üzenetet. Az 1888-as üzenet Először is meg kell értenünk, hogy az üzenet, amelyet az úr Jones és Wagoner által küldött, nem korlátozódott az 1888-as évre és a Minneapolis-i generálkonferenciára. Épp ellenkezőleg, amint a következő fejezetekben látni fogjuk, ezt az üzenetet az 1888-as generálkonferencián bővebben ismertették, és a következő évtizedben sokáig hirdették. Másodszor, be kell látnunk, hogy bár nincs pontos átiratunk arról, amit Jones és Wagoner Minápolisban bemutattak, képesek vagyunk rekonstruálni egy helyes és pontos koncepciót arról, amit a Generálkonferencia előtt, alatt és után mutattak be. Jones és Wagoner egyaránt termékeny szerzői voltak az egyházi kiadványokhoz készült könyveknek és cikkeknek. Írásaikból tudjuk, mit tanítottak a konferencia előtt. Beleírtve Wagoner 1887-ben írt az Evangélium a Galatabiliekhez írt levélben című könyvét, amit az 1888-as konferencián résztvevő küldötteknek osztottak ki. Ugyanakkor írásaikból azt is tudjuk, hogy mit tanítottak a konferencia után. Többek között Wagoner 1890-ben megjelent művéből Krisztus és az ő igazsága, amely Jesse F. Moser Wagoner kézírásos jegyzetein alapult. Továbbá Ellen White-nak a Minneapolisi eseményekkel kapcsolatos több mint 1800 oldalnyi levelezése, Kéziratai és prédikációi is rendelkezésünkre áll, amelyek a négykötetes Ellen White 1888 Materials című műben találhatók. Ezekhez hozzáadódik a Minneapolisi kéziratok és emlékiratok, valamint közel 600 oldalnyi levél, amiket a különböző résztvevők írtak az 1888-as találkozókról. Egy gyűjteménybe beletartoznak az egyházi beszámolók és folyóiratok másolatai, mint például az 1888 generálkonferencia napi közlönyei, R. David Hotel naplója és William White két jegyzetfüzete, amiket az ülések során készített. Amikor megvizsgáljuk a Jones és Wagoner által bemutatott dolgokat, akkor mindenek előtt emlékeznünk kell arra, hogy magából a Bibliából mutatták be a bibliai tanításokat. Ellen White megerősítette megközelítésüket, kijelentve, hogy a Biblia kell, hogy legyen minden tantétel és prédikáció mércéje, mert csak ez biztosíthatja Isten akaratának helyes megismerését. Sőt, a Biblia, és egyedül a Biblia a szívhez szólva, és Isten lelkétől megádva teheti igaza az embert, és őrizheti meg igazságban. Elemvájt megértette azt, hogy a Biblia nem egy helyben álló, hanem egy progresszív könyv, amelyből Krisztus követőinek dicsőséges igazságok nyílnak meg. Ezeket a bibliai igazságokat összekapcsolva a nagy megváltási tervvel folyamatosan kibontakozniuk, bővülniük és fejlődniük kellett, mert a Biblia isteni eredetű, akárcsak a szerzője. A Jones és Wagoner által bemutatott bibliai igazságok összhangban voltak a megkülönböztethető adventista mérföldkövekkel. Ellen White hét mérföldkövet erősített meg az 1888-as üzenet kontextusában. Ezek az 1844-es év dátumának eltelte. A mennyei szentély megtisztítása, amely határozott kapcsolatban volt a földön élő Isten népével. Ugyanakkor az első, a második és a harmadik angyal üzenetével is amely kibontja azt a zászlót, amelyen ez állt. Isten parancsolatai és Jézus hite. A negyedik parancsolat szombatjának világossága, a gonoszok halandósága. Ellen White azt mondta, hogy Jones és Wagoner e mérföldköveknek új lendületet adtak. Más kontextusban mutatták be ezeket, olyan igazságként, mint amely Jézusban van. Különösen az evangéliumot mutatták be, a hitáltali megikazulást és Krisztus igazságát, vagy Isten hitének mérföldkövét a törvény vonatkozásában, vagy kéz a kézben Isten parancsolataival, mint mérföldkövet. White azt mondta, hogy ez a harmadik angyal üzenete. A hetednapi adventisták hirdették Isten parancsolatait, de Jézus hitét nem egyenlő hangsúlyjal hirdették. Beszéltek róla, de nem értették. Elhanyagolták, figyelmetlen és közömbös módon bántak vele, és nem töltötte be azt a kiemelkedő pozíciót, amelyet Isten szánt neki. Isten törvénye erőtlen Jézus hite nélkül, mert az a hit többet foglal magában, mint általában feltételezik. Következésképpen a Minneapolisban tárgyalt valódi téma magáról a megváltási tervről szólt. A generál konferencia vége felé Wagoner azt írta, hogy az egyik fő téma, amiről tárgyaltak, a törvény és az evangélium egymáshoz való viszonya különböző vonatkozásaikban. A hitáltali megigazulás átfogó témája alatt. Évekkel később Ellen White leírta talán a legismertebb nyilatkozatát az 1888-as üzenettel kapcsolatban. Itt található egy megbízható összefoglaló az értékes üzenet különlegesebb vonatkozásairól. Az Úr az ő nagy kegyelmében a legértékesebb üzenetet küldte népének Wagoner és Jones testvérek által. Ennek az üzenetnek az volt a célja, hogy felhívja az emberek figyelmét az egész világ bűneiért áldozatként felemelt megváltóra. Az üzenet bemutatta az isteni kezesbe vetett hitáltali megigazulást, és hívta az embereket, hogy fogadják el Krisztus igazságát, amely az Isten összes parancsolata iránti engedelmeségben nyilvánul meg. Sokan szemelőt Jézust. Arra volt szükségük, hogy az Isteni személyre, az ő érdemeire és az emberi család iránti változhatatlan szeretetére szegezzék tekintetüket. Minden hatalom az ő kezébe adatott, hogy gazdag ajándékokat adhasson az embereknek, Megosztva a maga tehetetlen emberrel az ő igazságának felbecsülhetetlen értékű ajándékát. Ezt az üzenetet parancsolta nekünk Isten, hogy hirdessük a világnak. Ez a harmadik angyal üzenete, amelyet hangos szóval kell hirdetnünk, és amelyet a Szentlélek nagymértékű kiáradása kísér majd váljék láthatóvá a felemeltetett üdvözítő, amint trónján ül, hogy szétossza a szövetség felbecsülhetetlen értékű áldásait. Krisztus fent a mennyei törvényszék előtt esedezik az egyházért. Érdemtelenségünk ellenére tartsuk állandóan emlékezetünkben, hogy van valaki, aki elveheti a bűnt és megmentheti a bűnöst. Isten egy bizonyságtételt adott szolgáinak, amely úgy mutatta be az igazságot, amint az Jézusban van. Ez a harmadik angyal üzenete világos és megkülönböztetett mondatokban. Ez a bizonyságtétel a törvényt és az evangéliumot mutatja be, tökéletes egészé egyesítve őket. Az Úr pontosan ezt a munkát készítette elő, hogy az üzenet, amelyet szolgájára bízott, minden ember szívében és elméjében munkálkodjon. Isten egyházának élete azzal folytatódik, hogy tagjai Istent szeretik mindenek felett, embertársaikat pedig, mint önmagukat. Ha figyelmen kívül hagyjátok ezt a nagy üdvösséget, amely évek óta elétek lett tárva, ha megvetitek a Krisztus vére általi megigazulásnak és a Szentlélek tisztító ereje általi megszentelődésnek e dicsőséges ajánlatát, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja. Ennek az üzenetnek a szíve a felemelt megváltó volt, mint isteni, mint emberi természetben. Ez az üzenet úgy mutatta be Krisztust, mint a változatlan szeretettel lévő megváltót, aki kezdeményezte az egész emberi család megmentését. Az egész világ bűneiért meghozott áldozata azt a munkát valósította meg minden emberért, amelyet, ha nem vetik meg és nem hanyagolják el, akkor a kezesbe vetett hitáltali megigazuláshoz vezet. Azok, akik ezt az őszinte hitet gyakorolják, Krisztus igazságát nyerik el, amely Isten minden parancsolata iránti engedelmességben nyilvánul meg. Ez a szövetség felbecsülhetetlen értékű áldásai által valósult meg, nem a régi szövetség, hanem az új szövetség által, amelyben a törvény a szívbe van beírva. Így az emberiségnek nem kellett tovább a bűn rabságában maradnia, mert Krisztus kárhoztatta a bűnt a testben. Eltávolíthatja a bűnt, és megmentheti a bűnöst. Következésképpen a megszentelődés nem más, mint a hitáltali megigazulás folyamatos megtapasztalása, és egyértelműen a hitáltali megikazulás része. Ekkor egy új indíték veszi át a büntetéstől való félelem és a jutalom utáni törekvés helyét, mert szeretni Istent mindenek felett és másokat, mint önmagunkat, képezi a legmagasabb rendű indítékot. Röviden, ez az igazság, mint ahogy Jézusban van, a harmadik angyal üzenetét képezi, amely egyesíti a hitáltali megigazulás bibliai eszméjét a mennyei szentély megtisztításának egyedülálló igazságával. Akik mindig szem előtt tartják ezt az örömhírt, azok megértik, hogy könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Éppen ez volt az az üzenet, amelyet erős hangon kellett hirdetni, a hangos kiáltás és amelyet a Szentlélek nagymértékű kiáradásának kellett kísérnie a késői eső. De hogyan fogadták ezt az üzenetet? Most visszatérünk az 1888-as Generálkonferenciára. Szavazások és döntések Vagoner előadásai folytatottak a Generálkonferencia első hetében. Az előítélet és az ellenállás pedig csak nőtt. Október 18-án csütörtökön reggel bemutatta a hitáltali megigazulás Krisztusban című témáját. Azt mondta, hogy a Krisztusban való szabadság mindig szabadulás volt a bűntől, és hogy a Krisztustól való elfordulás a megigazulás másmilyen módjához mindig rabságot hozott. Vagoner és Ellen White felhívást intéztek az idős és fiatal testvérekhez, hogy keressék Istent, tegyék félre az előítéletnek és az ellenségeskedésnek minden lelkületét, és törekedjenek a hit egységére jutni. Október 19-én pénteken Vagoner összehasonlította a Roma beliekhez írt levelet a Galata írt levéllel, azzal a céllal hogy megmutassa, hogy a vita valódi pontja Pálapostól korában a Krisztusban való hitáltali megigazulás volt. Azt is mondta, hogy az Ábrahámmal kötött szövetség és a neki adott ígéretek Ugyanúgy nekünk is szólnak. A legértékesebb üzenet következtetésében arra utalt, hogy ugyanaz a vita, amely Pálapostól idejében megrázta az egyházat, ismét kezd kibontakozni. Butler úgy vélte, hogy az Evangélium túlhangsúlyozása veszélyezteti a törvényt, míg Vagoner úgy látta, hogy a törvényt és az Evangéliumot egyaránt fenyegeti a legalista megközelítés. Ahogy az egyik küldött megegyezte, a téma a hitátali megigazulás szemben a cselekedetek általi megigazulással volt. Jurája Smithnek még aznap alkalma nyílt a felszólalásra, kifejtette saját véleményét, hogy a rómabeliekhez írt levél nem függ össze a galatabeliekhez írt levéllel. Úgy érezte, hogy vagonár nézete veszélyes. Szombaton Ellen White a keresztény élet növekedéséről beszélt az egybegyülteknek. Megemlítette a kifogásokat, amelyekkel az emberek mentegetni fogják az életükben le nem győzött bűneiket, de kijelentette, hogy Krisztus azért jött, hogy megszabadítsa az embereket. Áldozata elégséges volt a győzelemhez. Ő közbelép, és nekem tulajdonítja igazságát és tökéletes engedelmességét. Azt mondta, hogy amikor összejöveteleket tartanak, és az igazság benyomást tesz a jelenlévők elméjére, akkor sátán bemutatja a nehézségeket. Beszélt a hitetlenség állapotáról, amely a zsidókat jellemezte Krisztus idejében és illés idején, Isten népének szíve annyira megkeményedett, hogy nem hagyták, hogy az igazság lenyűgözze őket, és érzéketlenek voltak Isten lelkének befolyására. Majd Ellen White az előtte lévő vezetőkre alkalmazta ezeket a szavakat. Így szeretném elmondani nektek, milyen szörnyű, hogy amikor Isten világosságot ad, és ez lenyűgözi a szíveteket és lelketeket, akkor ti azt teszitek, amit ők. Ha nem fogadják el az igazságot, akkor Isten visszavonja lelkét. Az emberi faj elfogadást nyert szeretet fiában. Kitárt emberi karjaival áttöleli az emberiséget, még isteni karjával a végtelen trónját ragadja meg, és megnyitja az ember előtt az egész mennyet. A kapu ma tárva nyitva van. Krisztus a mennyei szentében tartózkodik, és imádságaitok felemelkedhetnek az atyához. Krisztus azt mondja, ha elmegyek, elküldöm nektek a vígasztalót, és amikor elnyerjük a szent lelket, akkor mindenünk megvan. Következésképpen hittel kell belépnünk a szentélybe vele, és a lelkünk szentélyében kell megkezdenünk a munkát meg kell tisztítanunk magunkat, minden szentől. Beszéd közben Ellen White úgy érezte, hogy az úrnak lelke nem csak rajta nyugodott meg, hanem a népen is. Az összejövetel után sokan tettek bizonyságot arról, hogy ez volt életük legboldogabb napja. Ellen White tudta, hogy Jézus volt jelen a gyülekezetben, hogy megáldja az embereket, hogy Isten lelke különleges megnyilatkozásának pontos célja volt, vagyis, hogy elfolytsa a kételyeket, és megfordítsa a hitetlenség hullámát, amely a szíveket és elméket áthatotta vejtestvérnővel és az Úr által rábízott munkájával kapcsolatban. Vajon megváltoztatja-e a dolgok menetét a felüdülésnek ideje? Vasárnap reggel Ellen White egy rövid áhítatot tartott. Egy választott nép volt a témája. Beszélt arról a magas mércéről, amelyre Isten hívta népét, és amit csak úgy érhetnek el, ha elfordítják tekintetüket a világtól, és a mennyei dolgokra szegezik. Csak a golgotai keresztől ránk ragyogó világosság által érthetünk meg bármit is, a megváltás csodálatos témájából. A törvényel kapcsolatban megismételte azt, amit Vaguner korábban az összejövetel során mondott, rámutatva arra, hogy az erkölcsi törvény vezet minket Krisztushoz. A mi feladatunk az, hogy dicséretet emeljünk annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Hogyan tegyük ezt? Megmutatva a világnak, hogy olyan nép vagyunk, akik megtartják a parancsolatokat, és Isten törvényével összhangban járunk. Azzal, hogy mindig szem előtt tartjuk az ő jóságát és szeretetét, alávetve az életünket igéje követelményeinek. Így módon Krisztus képviselői leszünk, kiemelve életünkben az ő jellemének átiratát. Mégis, mondhatná valaki, én azt hittem, hogy a parancsolatok a rabság igája volt. Csak azok érzik, hogy ez a rabság igája, akik megszegik a törvényt. Azok számára, akik megtartják a törvényt, ez élet, öröm, békesség és boldogság. A törvény egy olyan tükör, amelyben megnézhetjük és felismerhetjük jellemünk hibáit. Nem kellene hálásnak lennünk azért, hogy Isten biztosított egy eszközt, amely által felfedezhetjük hibáinkat? A törvényben nincs hatalom, hogy megváltsa a törvényszegőt, vagy megbocsásson neki. Következésképpen mit csinál a törvény? Krisztushoz vezeti a bűnbánó bűnöst. Pálapostól kijelenti, hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem nektek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tévén, mind zsidóknak, mind görögöknek, az Istenhez való megtérés, és ami Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. Apostolok cselekedete 20, 20 21 Miért hirdette a megtérést? Mert megszegték Isten törvényét. A törvényszegőknek meg kell térniük. Miért hidette a Krisztusba vetett hitet? Mert Krisztus az, aki megváltotta a bűnösöket a törvény kárhoztatásától. A törvény a bűn orvosságára mutat, az Istenhez való megtérésre és a Krisztusba vetett hitre. Csodálkoztok, hogy sátán meg akar szabadulni a törvénytől. a délutáni összejövetelen, amely a nevelési munkáról szólt, egy előterjesztés elfogadásáról tettek javaslatot, amelynek célja a következő volt. A Betlikréki iskolánkban semmi olyat ne tanítsanak, ami ellentétes azzal, amit korábban tanítottak, vagy azzal, amit a Generál Konferencia Bizottsága jóváhagyott. Ezzel a javaslattal próbálták a testvérek megakadályozni jones és Wagonert abban, hogy a generál konferencián azokat a tanokat mutassák be, amelyeket a múltban tanítottak, valamint hogy a jövőben új eszméket mutassanak be. Butler részt vett ebben a folyamatban, hiszen ő terjesztette el azt a plegykát, miszerint a Heizburgi Főiskola néhány hallgatójának a szülei máshová fogják küldeni a gyermekeiket, ha ott Jones és Wagoner nézeteit fogják tanítani. Ugyanakkor a javaslat célja volt az is, hogy megakadályozza Jonest abban, hogy bemutassa nézeteit a Bethlikréki Főiskola hallgatóinak, ahol a tervek szerint az év elején megkezdi a tanítást. Ellen White jelen volt a megbeszélésen, és kérte a javaslat újraolvasását. Ezután megkérdezte, hogy korábban javasoltak-e és megszavaztak-e ilyen állásfoglalást. A válasz a csend volt. Ragaszkodott ehhez a kérdéshez, ezért megkérdezte a titkárt, Juraja Smithet, hogy tud-e más ilyen állásfoglalásról, amelyet megvizsgáltak volna egy korábbi összejövetelen. Smith bizonytalannak látszott. Ellen White ezután rámutatott az úr munkája akadályozásának veszélyére. Az úr felfedte neki, hogy az a javaslat téves és veszélyes, és figyelmeztette a testvéreket, hogy tartózkodjanak a megszavazásától. William White a döntést merev ragaszkodásnak nevezte a hagyományokhoz, ezért keményen küzdött ellene az édesanyjával együtt, és végül megsemmisítették. Később, leírva az eseményt, Ellen White nagyon világosan elmondta, miért volt annyira veszélyes ezt megszavazni kijelentettem, hogy részvénytulajdonos vagyok, és nem engedhetem meg, hogy a határozatot szavazásra bocsássák, mert Isten népének különleges világosságot kell kapnia, ahogy közelednek a föld történelmének záró eseményeihez. Egy másik angyalnak még jönnie kell egy üzenettel a mennyből, és dicsőségének beragyognia az egész földet. Lehetetlen volt pontosan megmondani, hogy hogyan fog érkezni ez a világosság. Jöhetett nagyon váratlan módon, oly úton, amely eltér sokak elgondolásától. Egyáltalán nem valószínűtlen, vagy ellentétes Isten útjaival és cselekedeteivel, hogy váratlan módon küldjön világosságot népének. Vajon helyes lenne-e, ha a világosság minden útját elzárnánk, hogy az iskolánk diákjai ne élvezhessék azt? Erre a határozatra nem volt szükség. Sajnos Ellen White tanácsának nem sikerült megállítani az események haladását. Még azután is, hogy Ellen White világosan elmondta a dolgokat, Underwood ragaszkodott ahhoz, hogy a határozat életbe lépjen. Így bár Ellen White szavai még a fülükben csengtek, szavazásra bocsátották a javaslatot. Egy ember mindkét kezével a határozat mellett szavazott. Bár a határozat nem ment át a szavazáson, ez az esemény egyértelműen rámutatott egy dologra. Annak ellenére, hogy egy nappal korábban a Szentlélektől megáldott szombati összejövetel után voltak, sokan a testvérek közül elveszítették bizalmukat, elemvájt és bizonságtételei iránt. Amint meglátták, hogy Vejtestvénnől nem ért egyet minden elgondolásukkal, javaslatukkal és döntésükkel, amelyekről szavazni akartak, egyesek számára a kapott bizonyítékok olyan súlytalanná váltak, mint Krisztus szavai a názáreti zsinagógában. Aznap este Ellen White nyilvános beszédében ismertette tanácsait. Arról beszélt, hogy mennyire szükséges friss mannát kapniuk a mennyből, valamint a Krisztus szeretetéhez hasonló szeretetet, amely annyira hiányzott az összejövetelen Felszólalt a viccelődés és a tréfálkozás, a gonosz beszéd és a testvérek gúnyolása ellen. A jelenések ötödik fejezetének szavaival ismételtem felszólalt a korábbi kísérlet ellen, hogy megszavazzák a javasolt határozatot. Eljött az idő, amikor Isten hírnökei kibontják a tekercset a világ előtt. Eljött az idő, amikor a tekercset Isten hírnökei által kibontják a világ előtt. Soha nem szabadnak korlátozni iskoláink oktatóit, mondván nekik, hogy csak az eddig elfogadott dolgokat taníthatják. Távolítsátok el az ilyen korlátozásokat! Isten az, aki adja népének az üzenetet, amelyet hirdetnie kell. Az evangéliumnak az Isten által küldött üzenetek szerint kell beteljesednie. Lehetséges, hogy az üzenet, amelyet Isten ma az ő szolgáira bíz, húsz évvel ezelőtt nem volt jelen való igazság. Most azonban Isten üzenete erre az időre. Isten feltárja az embereknek, az isteni módon elrendelt igazság értékes gyöngyszemeit, amelyek megfelelnek a mi időnknek. Isten megóvta ezeket az igazságokat a hamis eszméktől, és megfelelő keretekbe helyezte az üzenetet. Azok, akik nem ástak egyre mélyebbre az igazság bányájában, nem fognak szépséget látni a konferencián bemutatott értékes dolgokban. Ha az emberek makacs ellenállásban fejezik ki akaratukat a kapott világossággal szemben, nehéz lesz engedniük még e konferencián bemutatott meggyőző bizonyítékoknak is. Jézus Krisztus minden hálószobában járt, ahol vendégül láttak benneteket hány imádság hangzott el ezekből a helyiségekből. Jól tennénk, ha emlékeznénk arra, hogy Krisztus a világ világossága, és hogy az új fénysugarak folyamatosan ránk ragyognak a fényforrásból fakadva. Volt idő, amikor Izrael nem tudta legyőzni ellenségeit. Ennek oka Ákán bűne volt. Isten kijelentette, nem leszek többé veletek, ha el nem távolítjátok magatok közül azt a nekem szentelt dolgot. Isten ma is ugyanaz. Ha azok, akik azt állítják, hogy hisznek az igazságban, bűnöket dédelgetnek, amelyek beszennyezik őket, akkor Isten nem tetszése lesz a gyülekezeten, amelyet ő nem fog addig eltávolítani, amíg a tagok nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy megmutassák a bűniránti gyűlöletüket és elhatározásukat, hogy kivetik azt az egyházból. Isten rosszallással tekint azokra, akik a rosszat jónak és a jót rossznak mondják. Ha irítség, gonosz gyanúsítás és rosszindulatú beszéd marad a gyülekezetben, akkor az a gyülekezet Isten haragja alatt áll. Lelkileg beteges lesz, amíg meg nem tisztul ezektől a bűnöktől, mert addig Isten nem tudja kifejezni hatalmát, amely népét megerősíti, felemeli és győzelmet ad neki. Ó, milyen nagy szükségünk van mindannyiunknak a Szentlélek keresztségére! Bár Ellen White nem tudta pontosan, mekkora méreteket öltött a gonosz beszéd, már látott eleget ahhoz, hogy ellene szóljon. Vagonert előadásai során sokszor félbeszakították. Bár Vagoner alacsony termetű volt, beszédét tisztán lehetett hallani. Valaki azonban gúnyosan felkiáltott. Nem látunk téged, voltak, akik erőteljesen kifejezték ellenséges érzületüket, sőt, egyesek más irányba fordították a fejüket, amikor meglátták vagonert közeledni. Mindennek az volt a célja, hogy megsebezzék Johnst és vagonert, és sikerült is nekik. Butler üzeneteket küldött távirattal Betli Creekből, és felszólította a testvéreket, hogy maradjanak a mérföldköveknél, bozdítva őket, hogy segítsék a népet dönteni a vitatott kérdésekben. Amikor Ellen White látta, a Jones és Wagoner testvérek ellen megnyilvánuló lelkületet, amely ragályosnak tűnt, a szívében mély fájdalmat érzett. Ő és William White kitartóan igyekeztek elérni azt, hogy a lelkész testvérekkel összegyűjjenek egy szabad helyiségben, hogy együtt imádkozzanak. Ez azonban csak kétszer vagy háromszor sikerült. Ellen White hamarosan láthatta, hogy még több minden történt a függöny mögött. Végül hétfőn kora reggel Ellen White leírta az egész helyzetet hogy szavait ne idézzék tévesen, és aznap este néhány felelős vezető emberrel ismertette üzenetét. Elmondta nekik, hogy most hallotta először A.J. Vagoner nézeteit, és kimondhatatlanul hálás volt Istennek, mert tudta, hogy az a jelen időre szóló üzenet. És nézeteinek bemutatása során A.J. Wagoner igaz, krisztusi lelkülettel beszélt. Ellentétben azokkal, akik szembeszálltak a tanításával, Vagoner megfelelően viselkedett, személyeskedés nélkül beszélt, és senkit nem támadott vagy gúnyolt. Úgy mutatta be a témát, mint ahogy egy keresztény úriembernek kell, kedvesen és udvariasan, nem vitatkozó stílusban. Ellen White elmondta, hogy ezt a tényt még azok is elismerték, Akiknek ellentétes nézeteik voltak. Elenvájt sajnálta, hogy nem voltak többen jelen, amikor elmondta beszédét. Mert néhányan kezdték más megvilágításban látni a dolgokat, miután meghallgatták őt. Beszéde után válaszolhatott néhány feltett kérdésre, amelyeket később leírt. Akkor kérdéseket tettek fel nekem. Vejtestvérnő, szerinted az úrnak van valami új és nagyobb világossága számunkra, mint népnek? Azt válaszoltam, határozottan. Nem csak így hiszek, hanem világosan tudok beszélni erről. Tudom, hogy értékes igazság fog feltárulni előttünk, ha mi vagyunk az a nép, akiknek állva kell maradnia Isten napján. Azután azt a kérdést tették fel, hogy szerintem jobb-e úgy hagyni az ügyet, ahogy volt, miután Vagoner testvér ismertette nézeteit a Galata levélben írt törvényel kapcsolatban. Azt mondtam, semmi esetre sem. Meg akarjuk ismerni az ügy mindkét oldalát. Azt azonban kijelentettem, hogy észszerűtlen az a lelkület, amelyet az összejövetelen láttam megnyilvánulni. A következő megjegyzés hangzott el: Ha a Galata levélben írt törvényel kapcsolatos nézeteink nem helytállóak, akkor nincs nálunk a harmadik angyal üzenete, és az álláspontunk nem áll meg, így nem marad semmi a hitünkből. Azt mondtam, testvérek, pontosan ezt mondtam nektek: ez az állítás nem igaz, ez túlzott kijelentés. Ha az állítás az erről a témáról folytatott vitában hangzik el, kötelességemnek fogom érezni, hogy az összegyűltek előtt mutassam be az ügyet, függetlenül attól, hogy meghallgatják vagy elutasítják. Én elmondom nekik, hogy állításuk téves. A farizeizmus lelkülete jött be közénk, amely ellen felemelem a hangomat, bárhol nyilvánuljon meg. Az egyik testvér azt is mondta. Talán úgy gondolod, hogy semmit sem kellene beszélni a kérdés másik oldaláról? Én és a fiam, Vili, kategórikusan kijelentettük, hogy a témát nem fogjuk itt lezárni, hanem azt akarjuk, hogy hozzá kell az összes bizonyítékot a kérdés mindkét oldaláról, mert azt akarjuk, hogy az igazság a bibliai igazság kerüljön a nép elé. Másnap korán reggel, október 23-án kedden egy tanácskozást hívtak össze, amelyre sem Ellen white sem a fiát nem hívták meg. Olyan kijelentések hangzottak el, miszerint szerint ellenezte a kérdés másik álláspontjának megvitatását. Valaki a résztvevők közül gyorsan elment William Whitehoz, és elmondta neki, hogy mi történik, tanácsolva őt, hogy jöjjön be. Amikor odaért, az ügyet siralmasnak mutatták be, ami egy nagy szimpátiát ébresztett azokban a testvérekben, akik úgy vélték, hogy akadályozva lettek, és nem kaptak esélyt arra, hogy kifejtsék eszméiket. William White helyes megvilágításban mutatta be a témát, és édesanyja nevében beszélt, aki nagyon szerette volna meghallgatni mindazt, amit a kérdés másik álláspontján állók mondanak. Tájékoztatta a testvéreket, hogy Ellen White ilyen határozottan mondta el ezt az előző este tartott összejövetelen. Később azon a reggelen a kérdés másik oldaláról J.H. Morrison, az iowa konferencia elnökének felszólalása következett, aki kiváló szónok volt. A Generál konferenciánál a testvérek választották ki őt, hogy szembeszálljon Wagoner nézetével, és megvédje a Galate-levélben lévő törvényel kapcsolatos hagyományos többségi nézetet. Éppen azelőtt, hogy Morrison felállt volna, és a zsúfolásig megtelt minápoliszi, vegyes gyülekezet előtt megkezdte volna beszédét, R. M. Kilgore kérte, hogy engedjék őt felszólalni. Határozottan és keresetlenül újra és újra kijelentette, hogy ő helyteleníti a Galata Levél törvényének, és a hitáltalin megigazulás témájának előterjesztését. Miközben Butler testvér beteg és nem tud jelen lenni a megbeszélésen. Nyomatékosan kijelentette, hogy gyávaság lenne akkor tárgyalni a kérdést, amikor a legfelkészültebb ember nincs jelen. Kilgor azt állította, hogy soha nem biztosítottak hasonló lehetőséget, mint amilyet A.J. Wagoner kapott, akinek megengedték bemutatni új nézeteit. Majd Kilgore azt javasolta, hogy a hitáltali megigazulás témájának megvitatását szüneteltessék, amíg Butler nem tud jelen lenni. Uriah Smith azonnal követte és hasonló megjegyzéseket tett, amelyeknek az volt a célja, hogy szimpátiát keltsen az álláspontjuk iránt úgy beszélt, akár csak az elkövetkező években tette, azt állította, hogy egyetért a Wagoner testvér által bemutatott dolgok háromnegyedével, és hogy igazán örülni tudott volna Vagoner előadásainak az első alkalomtól fogva, ha nem álltak volna mögöttük olyan meglátások, amelyeket ő tévesnek ítélt meg. Ekkor Ellen White aki a szószéken volt, amikor szót kapott, azt mondta: Testvérek, ez az Úr munkája! Akarja az Úr, hogy munkája várja meg Butler testvért? Az Úr azt akarja, hogy munkája előre haladjon, és ne várjon senkire. Senki sem válaszolt ezekre a szavakra. Ellen White meglepődött és elcsodálkozott azon, amit azon a reggelen hallott. A nyelv nem tudta kifejezni lelkének terhét és bánatát. Európai tartózkodása alatt az adventista egyház jövőbeli tapasztalata képekben és szimbolumokban tárult fel előtte, de az utána kapott magyarázatban felismerte, hogy ezek a dolgok közvetlenül a szeme láttára teljesedtek be. Nem volt kétsége vagy kérdése a témával kapcsolatban, mert már ismerte azt a világosságot, amelyet Jones és Wagoner világos és egyértelmű vonalakban mutatott be. Egy dologgal kapcsolatban azonban kérdéseket tett fel magának. Először kezdtem azt gondolni, hogy talán a mi nézetünk a Galata-levél törvényéről nem volt helyes, hiszen az igazságnak nincs szüksége ilyen lelkületre a támogatáshoz. Ezzel még nem ért véget az a nyomás, hogy hivatalosan szavazzanak a Galata-levél törvényéről és a hitáltali megigazulás témájáról, amely az alaptéma volt. Ellen White elmondta, hogy neki és William White-nak vigyázniuk kellett minden egyes pontnál, nehogy olyan javaslatokat tegyenek és olyan határozatok szülessenek, amelyek hátrányosnak bizonyulnak a jövőbeni munkára nézve. Úgy tűnt, hogy sátánnak hatalma van ahhoz, hogy rendkívüli mértékben megakadályozza Ellen White munkáját. Ezért azt mondhatta, remegek, amikor arra gondolok, mi történhetett volna ezen az összejövetelen, ha nem lettem volna ott. A konferencia vége felé Ellen White ismét felszólalt az ellen, hogy szavazással döntsék el a kérdést. Vannak, akik azonnali döntést akarnak hozni a vitatott pontok helyes nézetéről, Butler testvérnek tetszene, ha az ügyet azonnal megoldanánk. Az elmék azonban készen állnak egy ilyen döntés meghozatalára? Én nem tudom jóvá hagyni ezt az utat. Amíg ilyen izgatott állapot hatása alatt vagyunk, mint most, addig az elménk nem áll készen arra, hogy megbízható döntéseket hozzon. A Betlikléki elnökötöktől érkező üzeneteknek célja az, hogy elhamarkodott döntéseket és döntő álláspontokat hozzatok. Én azonban óva intelek benneteket, hogy ezt tegyétek. Most nem vagytok nyugodtak. Sokan vannak, akik nem tudják, mit hisznek. Veszélyes egy vitatott kérdésben döntéseket hozni anélkül, hogy nyugodtan és szenvedélymentes módon mérlegelnénk a probléma minden aspektusát. Az izgatottság elhamarkodott cselekedetekhez vezet. Nem bős dolog, hogy a fiatalok döntést hozzanak ezen az összejövetelen, ahol inkább az ellenkezés, mint a bibliakutatás van napirenden. Egy évvel később Ellen White arról beszélt, hogy milyen veszélyt jelentett volna Isten munkájára, ha megszavazták volna ezeket a határozatokat. Egy évvel ezelőtt, 1888-ban olyan határozatokat javasoltak a konferencián, amelyek elfogadása esetén akadályozták volna Isten munkáját. Néhány határozat tervezetet a fiatalok és a tapasztalatlanok javasoltak, amelyeknek soha nem kellett volna megkapniuk a konferencia beleegyezését. Jobb lett volna, ha egyes elfogadott határozatot egyáltalán nem javasoltak volna, mert előterjesztői sötétségben voltak, nem a világosságban. A generál konferencia 1893-as ülésszakán A.T. Jones 1888 ünnepélyes eseményeiről beszélt, ahol azok, akik állították, hogy a mérföldkövek oldalán állnak, három közvetlen erőfeszítést tettek Isten üzenete elleni szavazásra. E törekvések sikertelenségének az volt az oka, hogy az úr angyala Ellen White által beszélt. Ne tegyétek ezt! Egyesek, akik oly nyíltan ellenezték Krisztus igazságának üzenetét, abban az időben a minápoliszi összejövetelen, felemelt kézzel szavaztak ellene, és akiket hallottam attól a naptól fogva mindez idáig, Ámment mondani olyan nyilatkozatokra, amelyek ugyanolyan határozottan és nyilvánvalóan pápaiak voltak, mint amilyeneket maga a pápai egyház nyilatkoztat ki. Nincs különbség abban, hogy egy hitpont írásos formában van bemutatva, vagy ez valakinek a nézete, amelyet ők el akarnak utasítani a generál konferencia szavazata által. Vannak itt emberek, akik emlékeznek egy időre, négy évvel ezelőttire, és egy helyre, minneapolis amikor három nyílt előfeszítést tettek, hogy a generál konferencia szavazatának megszerzésével szorosan megkötözzék a harmadik angyal üzenetét. Egy ember véleménye mérföldkőnek lett meghatározva, majd ti megszavaztátok, hogy maradjunk meg a mérföldköveknél, anélkül, hogy tudtátok volna, melyek a mérföldkövek, és melyek nem. Ezt követően folytattátok, és beleegyeztetek Isten parancsolatainak megtartásába, és sok más dologba, amelyeket majd megtesztek, és mindezt hitáltali megigazulásként hirdettétek. Vajon nem figyelmeztettünk-e akkor, hogy Isten angyala azt mondta, ne tegyétek ezt a lépést? Nem tudjátok, milyen következményei lesznek? Nem tudok időt szakítani arra, hogy elmondjam, mi a következménye, de az angyal azt mondta, ne tegyétek ezt. Ez a pápaság lelkületét képviseli. Ezt próbálta az Úr elmondani nekünk, és megértetni velünk. Az úr felhasználta Elenvajtot, aki szinte egyedül akadályozta meg annak az üzenetnek a szavazás általi hivatalos elutasítását, amelyet Isten a hetednapi adventista egyháznak küldött több mint száz évvel ezelőtt. Ez pontosan az az üzenet volt, amelyet hangos szóval kellett hirdetni, és Isten lelke nagymértékű kiáradásának kellett kísérnie a hangos kiáltás és a késői eső. Egyetlen okként, amiért a szavazatokat nem jegyezték fel, a konferencia jelentéseiben az szerepelt, hogy Ellen White ezt bölcsen megtiltotta. Nyilvánvaló, hogy a küldöttek elutasító szavazást szándékoztak leadni, akkor is, ha ezt a Revue and Herald vagy a General Konferencia Daily Bulletin nem említette. Ellen állásfoglalásának eredményeként azonban a testvérek elveszítették a bizalmukat iránta, mert nem értett egyet minden elképzelésükkel, és nem volt összhangban a szavazandó javaslatokkal és döntésekkel. Felszólalt A.T. Johnson és A.J. Wagonerrel szembeni bánásmódjuk ellen kijelentette, hogy először hallotta Jones és Wagoner nézeteit, amelyeket teljes szívvel tudott befogadni. Mindezek miatt a testvérek úgy vélték, hogy őt befolyásolták, és megváltozott, ezért nem hittek neki. Sajnos éppen azok, akik állították, hogy Jones és Wagoner üzenete lerombolja a bizonyságtételek iránti bizalmat, ők azok, akik megsemmisítették Isten lelkének bizonságtételeit. Amikor 1888. októberében, azon a keddi napon megértette a minneapolis helyzetet, Ellen White elhatározta, hogy távozik, de az úr tartogatott még egy munkát számára. Az őrhelyén kellett maradnia.